Nemzeti emlékhely a kishegyesiek számára a mögöttem látható emlékmű. Az utolsó győztes csata emléke előtt idén is főt hajtottak. Nemzeti lelkületű dalok és szavalatok idézték fel a hegyesi csata pillanatait a megemlékezésen. A győztes ütközet Kishegyes, Bács-Fekete-hegy és Szikics határában zajlott, ahol a Gulyon Richárd honvédtábornok vezette magyaroknak, a Jelasics Bán által vezetett csapat volt az ellenfelük. Megható volt, és lehetett belőle tanulni. Az eredeti szobrot ledöntötték, majd hányatatott sorsa után csak az emléktáblák kerültek elő egy padlásról. Az emlékmű mását 2000-ben emelték újra a nyugati temetőben. A csatának a 150. évfordulójára szerették volna felállítani, de nem sikerült, mivel ugye akkor az akkori Jugoszláviában bombázások voltak, és csak 2000-ben sikerült Magyarország segédletével, anyagi támogatásával és helyi adományokból felállítani az emlékművet. A megemlékezésen jelen voltak a helyi Szent András cserkész csapat tagjai, valamint a jelenleg is zajló kishegyesi cserkésztábor résztvevői. Ezek olyan momentumok, amikre mégis büszkék lehetünk, és úgy gondoljuk, hogy amíg van, mire emlékeznünk és felnéznünk, addig nem fogunk elveszni, és ez az emlékhely egy győzedelmes hely, és ezt mi teljesen így éljük meg. Megkoszorúzták a hegyesi csata emlékművét. Az MNT Kishegyes önkormányzata, a VMS községi szervezete, a VMDP körzeti szervezete és a kishegyesi helyi közösség képviselői is elhelyezték a tiszteletet szimbolizáló virágokat a nyugati temetőben.